Hű. Tata Steel-nél rakottam. Mehetünk kifele. Készen van a... Vannak a fiúk. Uff. Mennyiségre nincs sok rajta így ránézésre. De valami 20-valahány tonna így is. És ki kell állni. Az a lényeg. És le kell kötni a szajrét. Hát valakinek itt már előrakták. Ugye szeretem az zöld, ha elő van rakva. Hó, te fiú! Akkor én oda találok inkább. Már pont jó volt pedig. A csudába. Mennyit tudok én tornázni ezzel, mikor már fáradt vagyok. És hogy szeretem, mikor leér ez a rohadt sárvédőív. Na, kb. Ennyi most. Azt mondja, hogy gasztorvassa, biztos. Ezt figyelj, öcsém. Ha? Ezt körüld le. De az hihetetlen. Ezt meg oda még izét se tudok rakni, amit a szar miatt. Végzárót. Ezt a szart hogy kössem le? Mivel? Hát, jó, angol. Nem tehet róla, hogy ennyire. Így megkötöm, azt akkor nem csúszik előre. Jó van, fiam, sok összetek van. Hát ez nem max így. És akkor még talán ott azt is fogni fogja. Hát, jobb híján. Istenem, bazd meg. Nem tudom, mennyi fog látszani, mert tök sötét van már lassan. Csak
Egyébként 4 órát pöcsöltek itt nekem az életemből, de nincs gáz. Mi az Isten bajotok van? Ha meg vagytok morva. Este 9:30-kor, ez az igazi. Na mindegy. Én készültem úgy, hogy... Ja. Várj, ez a régi podcast, hogy ez csak kifik egy... Fú, mutka új podcast volt aztán. Ezt így meg kell nyomni, és kiúrik a csat. Kicsit gyorsabb, mint ez. Baj, nem lehet befűzni így a spanit normálisan, így begyürkészni ide hátra. Ez ugyanúgy elmegy az idő. Csak kéreti magát. Láttok, nem. Én azóta sem néztem meg, milyen videókat csinálok így a kamerával. Az képest milyen öreg pot, felettébb könnyen csúszik a ponyva, vagy gurul, vagy siklik, vagy hogy a tököm mit csinál egy ponyva. Nagyon meg se vágom ezt a videót. Mert... Jaj, jó van ez így. Elnézegetitek, nem? Itt elszöszölök. Nem mindig csak vezetősdi legyen. Látom, VD40-et kíván. Annyira nem. Legyen néha ilyen kis mókázás is. Aha, oké. Hát majd ahol itt a papírok látszanak, azért azt a részt kivágom, mert azért szólhatnak, hogy
sérti a üzleti titoktartás. Hát a nyára, engem már túzi. Üzleti titoktartás, meg amit tudom én mit. Na, csst! Ez ürünk bűjjé. Ezt az ajtót én tulajdonképpen be is csukhatnám, nem gyerekek? Nem baj, hadd mászkáljon. Jó, pont fölötte lesz, úgyhogy... Hát ez... De ki fogja nyomni a punyvát, de... Kb. Lehetom. Zárul legyen lekötve. Jó, fixre. Sok kollega úgy csinálja, hogy fogja, és kihúzza, elhúz, elsétál a pótkocsitól, és ugyanegy jelensíti ki. Ezt szerinted én be fogok sétálni oda, nem? Hát jó van. Ha van hely. Mondjuk hely az van, itt is. Meg igaz is. Igaz is. Na jó, vége a bulinak, fiam. Jé, benn van. Benn van? Benn van, beszarsz. Hopp. Hát ezt ugye le kéne hajtani, és ugyan normális, csak... hogy idáig kinyomja a ponyvát, úgyhogy azért meg már meglincs a rendőr. Na, Pubi, gyere ki. Nincs megtekeredve. Jó, hogy ezzel a részével nem kikötözni. Csak kérdés, átmegy a... Anyádom. Átmegy-e a... Ratchnin. Ah, ez az. Próbálnám meg. Ezt innen spanyolba kell vele menni. És rendkívül boldog, hogy Zaragoza mellé valahova. Napfényes spanyol homba. Fogban. Anyád. Te kis kacsog. Ja.
A fotográf megint elfelejtődött munkára állítani. Nem baj. Volt máma már éppen elég kalapácson. Ilyen fényviszonyok mellett látni még valamit egyáltalán. Aztán világítás nem sok van. Ez meg jó, hogy nincs itt senki, baszki. Beszélek a kamerának nektek, azt egy kicsit ilyenek nézzének. Nem baj. Normális vagyok, a hangok is megmondták. Nem fék. Ugye. Mondtam, akkor azt mondtam, hogy... Bocs, ha nem mesélek izgalmas sztorikat, csak küzdök az elemekkel. Meg nem is tudok. Izgalmas sztorival szolgálni. Nektek. Passza. Idefele olyan fuvar volt, feltődi felrakó, én csak beleütem, aztán pénteken este kijöttem Németországba, Nürnberg elé, volt egy 47 órás pihenő, de Németben nem lehet, de. Konkrétan leszerem őket, építse a hotelt minden parkolóba, addig kapja be. Azt szokták mondani, hogy 13 éves szabály, vagy 11, nem is tudom, mindegy, 10, akárhány valaki föl lehetett volna húzni jó pár parkolót, jó pár hotellel. Úgyhogy hülye német tehet egy szívességet a hülye szabályaival. Na mindegy, szóval Németben volt egy 47 órás pihenő, és onnan indultam valamikor hajnalba. Ja, húzzam már el. És... Ja, tovább nem is kell, ugye. Szóval indultam hétfőn hajnalba, elmentem Lízsig, de úgyhogy megálltam 12.30-kor, ezt befejeztem másnap. Másnapig. Aztán kedreggel elindultam, akkor is jön háromfele, hajnalban háromfele. Átjöttem Ashfordba, megálltam meg reggel 9-kor. Ezt ma reggel jöttem föl a lerakóra. Ritka, hogy ilyen nyugodt laza zavar legyen, de meg tudnám szokni. Mondjuk nem jó ez sem, mert azt annyit unatkoztam, unalmamba ettem. És az, amit nem kéne annyira nagyon erőtetni.
azt mondja, hogy önnöcskéne, olyan vékony vagy, önnöcskéne. Most amíg van erő, leköti. 5 tonnával ezt a part. Van erőm ponyvázni, egyébként nem kell hízni. Meg amúgy csak kell hízni. Te vagy a cifra. A cifra palota. Amúgy is azt szokták mondani, hogy amennyi súlyt megbírt tartani, az az ideális testsúlya, de na, akkor nekem a 60 kg, úgyhogy ennyit a hízásról. Meg különben is, ahol kell, ott vastag vagyok. Érted? Erről ennyit. A sok hülyeségre. Védőt. Bocs fiúk, én nem fogok oktatni senkit, hogy hogyan kell lekötni, meg hogyan nem kell lekötni. Azt megcsinálja más. Én nem. Hát ez konkrétan lófasz. Bocs, de így nagyjából annyit ér. Kéz le is csúszik bele. Istenem, baszd. Akkor ezt átgondoljuk. De jó, hogy b***t nem látni. Menj már innen. Így. Alatta elvezetjük. Menj már te is innét. Így. Ezt valahol be kéne így akasztani, meg kéne tartania. Na hát neked nehogy előre csúsztansz le, darálja a kabint, hülye vagy. Annyit nem érzem munka, hogy én beledögöljek. Bocs. Bocs. Na, kijátszottad magad jól van, fiam. Kus vagy. Ezt meg ide kéne, hogy elmetélje. Figyeld már. Meg jó is. Nem jó. Be van csavarodva, mint én. Na, tök fassa, mint ha én csináltam volna. Ó, te fiú, mondd át, Uri Tamás.
még talán tudok igazgatni rajta, ha szükséges. Öcsém, Spiderman! Mi? Spiderman! Hagyjál, köcsög! Ilyen b***ba szórakodni, te! Hallod? Kész vagyok. Akárhogy húzom baszkitök, mindegy, mert megy hátra az egész sor, úgyhogy nagyjából kész. Is van. Így rohagy meg. Fönmaradni. Áj, bassz meg. Hogy imádok más gyökérsége miatt én szarakodni. Legalább rakta volna egy vonalba az egészet. Akkor tudtam volna rakni elé izét is, vagy akkor rakja el a homlokfalig. Baszd meg. Ne rakd el addig. Rakd össze-vissza, lehetőleg szopassuk meg a sofőrt. Berakni alá a szart. Rám zárják a gyárat. Szerinted érdekel? Úgyis itt parkolok. Ha meg rám zárják, akkor meg még biztosabb, hogy itt parkolok. Hát most légy okos, domokos. Nemes elleme, megütlek. Mindig azt hiszem, beverem a fejem. Attól nem kéne félnem pedig. Kemény 170 centimme, 172. Sose tudom. Csúszik előre, hogy daráljon. Ja, főleg, hogy csak ez a négy. Egy soros. Mennyi? Egy, kettő, három, négy. Jó van. Ez kiderül mégis. Hát, öcsém. Kész. Semmit nem látni a felvételen, mi?
Na, ennyire kapkodnak a fiúk. Miért bír? Na, szakad, szakad. Leszarom, de a fülkét nem tolja le. Ezzel a zenél jöhet. Vissza. Nem azt mondom, hogy baromi erős vagyok, de kezd összepréselődni az egész szakomány. Szerintem a acél zárt szelvény nem fog érte túlzottan tisztízni. Na. Jó lenne látni is valamit. Jó, hagyjuk. Lent van. Került? Persze, gondoltad. Lent vagy? Lent vagy, fiam. Jó, hogy ennyi elég is neki. Bocs, fiúk. Csak nincs kedvem annyit. Annyit vagdosni a videón. Azért akartam a papírokat. Ez az igazi, ez a jó út. Deszka nem maradt kint. Nem jó, képes vagyok ám kihagyni, vagyok annyira ügyes.
Na. Na, szépen besötétedett. Voltak még mögöttem a csarnokban, de nem jött ki senki azóta se. A mozgást se hallok. Most kibontanám az egészet, újra ugyanígy, ugyanennyire meghúznám, semmi baj nem lenne. Csodálom, még egy sincs letépve a gyári csatokból. Az összes szürke kivéve az első, de hát az olyan, hogy az akarva akaratlanul is le tudok szakadni. Van így nyitva, hosszabbra van hagyva, már akad bele a trepni lemezbe letépi. Asztja! Meg ezt az a baj, sokan megtépik, mint az őrült. Csak épp ennyire. Fogjuk. Na, lesz veszes. Ezt ki megigazítom már ezt a tömlőt. Hát azt nem sikerült megcsinálni, majd valamikor. Imádkozom meg, hogy ne tépje le. Egyik a másikat. És igénytelen f***. Mutatom. Azt a szekrényt, baszki, ugye van benne ez az érzékelő, vagy kapcsoló, hogyha becsukod, benyomódik, és akkor nem világít. Hallod, nem kijebb húzta volna a kapcsolót, hogy elérje a szekrény ajtó, nem az, hogy kitámasztotta gyufával. Mikó bajnok, b***ng. Te meg menj innen. Beszorultatok. Menjünk mérlegen. Na, itt vagyok ám. Kiálltam itt a cégnél a parkolóba. Megnyugodtam? Nem. Miért nyugodtam volna meg? Mitől? Mindegy, az ajtót megcsináltam, hát ezt a kábelt meg itt hátul leszedem, majd reggel ezt a kibogozom valahogy. Amúgy jó itt dolgozni, mert sok jó embert meg lehet ismerni, de... sok hülyét is. Maradjunk ennyire. De egy nagyon jó közösség, én akkor is azt mondom. 80%-kal, hát 90%-kal nincs gond. De ha egy hülye betalál, akkor az olyan illúzió romboló, nem? Hát nekem nagyon. Adok ti így valamit. Mindegy, mindig ezt nézem, hogy látok-e valamit, látok. Biztos láttok. Úgyse vagyok egy olyan nagy szépség, engem úgyse nagyon kell látni. A környezet meg. Az jó. Az magáig. Beszél. Uh-huh.
Oké. Okay. Kézése, bátyja, érzése. Mert élek én paradicsomot. Gong. Házi gong. Ezt még egyszer. Baromi. Életem megmegy a bőröm, ez legyen mi. Na, fiúk, lányok, hölgyek, urak, jó éjszakát. Jó hosszú lett most, nem? De. Na, bá.